Általában este szoktam menni moziba, de most nincs türelmem kivárni, hogy legyen egy esti időpont. Tegnap óta játsszák Ágnes Várdának az új filmjét. Én most elmegyek a művészbe és megnézem. Altmozi kártya, ezzel szoktam járni a művész mozikra, pénzt kell rá tölteni, és utána jelentős kedvezménnyel lehet belépőjegyet váltani minden budapesti művész moziban. Ez egy gyönyörű, elégikus lírai film Ágnes Várdáról, egészen meghatottam. Egy nagy művész előtti tisztelgés, egészen hihetetlen szép film. És most elugrok Mezőszemerére megnézni, hogy Bufta Imrének milyen új munkái vannak. Most értünk be Szihalomra, ez a Mezőszemere előtti falu. Valamikor, amikor még nem volt M3-as autópálya, és itt mentek át a kamionok, ez egy nagyon prosperáló település volt. Hát most is egyébként egy nagyon jó állapotban lévő karbantartott kis falu, mintha nem is Kelet-Magyarországon járnánk, hanem valahol nyugaton. Sokkal fejlettebb, mint Mezőszemere, ahonnét nagyon sokan elköltöztek, elvándoroltak, és mint a legtöbb magyar falunak, Mezőszemerének is az lett a problémája, hogy senki nem akar ott maradni, senki nem akar építkezni. Ezért volt idő, amikor az önkormányzat 1 forintos árért adott telket azoknak, akik vállalták, hogy építenek rá néhány éven belül valamit. Olyan nagyon sokan így se települtek Mezőszemerére, de néhányan azért igen, és ők mind művészek, akik Bukta Imre hívására vásároltak ingatlant a faluban. Bukta Imrének a szülőfaluja Mezőszemere, hosszú budapesti szentendrei tartózkodás után oda tért vissza, és úgy előre kapott a művészete is Mezőszemerét, mindjárt beérünk is. Miket csinálsz? Most festettem 2 vagy 3 festményt, aztán hozzáfogtam még egyhez, de megrekedtem. Nem azt mondom, hogy válság, de valahogy nem sikerültek, azokat félreraktam, és hozzáfogtam papírmunkákhoz, inkább azok vannak. Aha. De megmutatom a képeket is. Kíváncsi vagyok. És ezek a motorok, meg robogók, ezek honnét vannak? Mert a Pannonia, azt gondolom, hogy ez a Peugeot. A Pannoniát itt vettük a faluba. Ez meg egy ilyen szomszéd faluba volt egy lomis fazon, aki ilyen furgonnal volt. Behozták külföldről, nem? Igen, és 20.000 forintért vettem darabját. És nagyon jó. Ez is már szerintem ez 70-es éve. Tehát a gázzal adod a sebességet. Nagyon jó. Meg azzal, annak is ugyanígy van. Ez a Piaggio. Igen, hát hogy mennyit fordul? 15.485. Hát de jól néz ki. Ez volt a legelső ebben a színjában. Ez pedig, hát ez egy ilyen. Ilyen volt éjszú. Ennek az a címe, hogy Illus eladja a bárányát. Ez egy erdélyi téma. Thank you.
szervezünk egy ilyen néhány órás alkalmi kiállítást, ami a szabadtéren, a Szentendrei szabadtéri tárlatra emlékezve, ami most 50 éves. És nagyon örülnék, hogyha részt tudnál venni. Az a legjobb az lenne, vagy azt szeretném, hogyha minél több embert el tudnánk hívni Szentendrére, hogy lehessen találkozni. Szervusztok! Darida Veronika, a monográfusa, azt írja a Facebookon, hogy Nagy József legújabb színházi produkciója, a Sötét Frigy, a pekingi kacsanyomán, az zseniális, és éppen játsszák a Horizont Kortárs Táncfesztiválon Miskolcon, úgyhogy most irány Miskolc, megnézzük a Sötét Frigy című Nagy József előadást. Szerencsés vagyok, hogy még Nagy Józseffel is tudtam váltani néhány szót, most pedig irány vissza Budapestre. Sziasztok!